Sziasztok! Én Tünde vagyok. Én pedig Miki. És ez itt a Pontos Veszőparipa. A mai videónkban be fogjuk mutatni, hogy miket tervezünk olvasni a Mézes Kalács Readathonon. Tartsatok velünk! A Mézes Kalács Readathont Szanna szervezi, és ez az őszi Almás Pite Readathonhoz hasonló háromnapos Readathon lesz, illetve hát kicsivel több mint 48 órás Readathon, és ez most pénteken este 6 órától fog tartani vasárnap éjfélig. Szanna ehhez is készítette egy bingo táblát, majd ezt bevágjuk, és most nem fogunk beszélni az egész bingóról, hanem csak a könyveket mutatjuk be, amiket szeretnénk majd elolvasni, vagy legalábbis belekezdeni, mert Szanna olyan kedvesen úgy fogalmazta meg ezeket a pontokat, hogy nem kell teljes, vagy a teljesítéshez nem kell befejezni egy könyvet, hanem elég, hogyha elkezdjük. Igen, csak olvas egy ilyen és olyan könyvet, nem elolvas. Én nagyon szépen köszönjük Szannának, hogy ismét szervezett, mert nagyon jó lesz, és nagyon jó lesz a hangulata, és nagyon segíteni fog a karácsonyra készülődésben, hangolódásban. És ezúttal is vannak ugye a bingo táblában olvasós és nem olvasós pontok is. Ezen a Readathonon 4 darab olvasós pont van, és a többi 5 a nem olvasós. És viszont össze lehet vonni itt is ismét ezeket a pontokat. Úgyhogy akkor lássuk is. Az első könyv, amit tervezünk... Te is tervezel? Attól függ, hogy melyik lesz az. Igen, akkor nyak tudod. Szóval az első könyv, amit én biztosan tervezek elolvasni, ha addig megjelenik, az a Klaus című képregény. És azért ezzel kezdem, mert ezzel minden 4 pontot lehet teljesíteni, tehát ezzel az egy könyvvel akár le is lehet tudni az összes olvasós pontot. És ez most jelenik meg magyarul, Grant Morrison szerzője, és Dan Moore rajzolta, és illetve már megjelent magyarul igazából, de én a limitált kiadást szeretném, mert annak a borítója sokkal jobban tetszik, és az még nem jelent meg, de remélem, hogy még a héten esetleg befut, és akkor el fogom tudni olvasni. Én is. De egyébként pedig angolul elérhető a scripten, ugye? Igen. Szóval angolul el lehet olvasni a scripten is, de én most már mindenképpen meg akarom várni a magyart vele. Úgyhogy ha ez sikerül, akkor ezzel már be is tudjuk a kötelezettség részét, tehát akkor már mindenképpen teljesítettnek tekinthetjük az olvasós pontokat. Igen, most ez a TBR egy kicsit ilyen kusza, mert hogy ilyeneken múlik, hogy megjelenik-e a könyv, meg hogy majd meglátjátok, mert nekem például vannak olyan könyvválasztásaim, amik nem tudom, hogy teljesítenek-e pontot, és ezért lehet, hogy egy kicsit majd trükközni kell. Kunyorítunk majd. jó, úgyhogy nézzük is. Igazából válogatunk úgy könyveket, hogy minden 4 pontra van külön könyvünk. Az, hogy mindegyiket be tudjuk-e fejezni, az nem biztos. Nem biztos, hogy mindegyiket belekezdünk, de valahogy mindenképpen teljesíteni fogjuk. Úgyhogy nézzük először azokat, amiket mindenketten beválasztottuk. Az egyik ilyen, az Neil Gaiman-től, az Odd and the First Giants, amit a fehér borítós pontra választottunk, és ez egy amúgy egy nagyon gyönyörű kiadvány, és nagyon örülök, hogy be tudtam szerezni ebben a formában, mert hogy ugye kemény borítós, ilyen ezüstszínű módon fénylik a borítója is, és van egy ilyen borítója. A kemény borító az ilyen lyukas, és akkor mögötte van, ami így átlátszik rajta. Szerintem ez nagyon gyönyörű. És nagyon sok illusztráció van benne, úgyhogy... És az illusztrációk, tehát belül is van ez az ezüstszínű, úgyhogy nagyon-nagyon igényes, nagyon szép kiadás. És valószínűleg nem annyira hosszú olvasmány, amiatt, hogy tele van illusztrációkkal. Igen. És hát ez értelemszerűen a ugye Frost Giants, tehát a skandináv északi mitológia vikingeknek a világával kapcsolódik, és
ennyi tudok róla, mert vannak dolgok, ugye rendszeresen elfelejtem, hogy miről szólnak könyvek, úgyhogy ennyi tudok róla, de nyilvánvalóan nagyon érdekel, mert Neil Gaiman írta, és egy mese, és vikingek, és északi mitológia, akkor ez nem kérdés. És hát annyira nagyon-nagyon szerencsés voltam egyébként ennek a beszerzésével, hogy használtam az Ószámbuszról rendeltem meg, és valami így szállítási díjjal együtt valami 4 vagy 5 euróra jött ki. Ez nagyon-nagyon nagy bázi volt, és hát ugye ez egy nagyon gyönyörű kiadvány, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, hogy ezt így sikerült beszerezni. Én is ezt fogom olvasni fehér borítósnak, mert engem is nagyon érdekel, és tél, és hát fehér. A következő, amit biztosan fogunk mind a ketten olvasni, vagy hát ez azért elég biztos, mert elég rövid, az Igazmondó Pimpi. Igen. Ez Matt Haig, a fiú, akit karácsonynak hívnak, sorozatához tartozó kis kiegészítő könyvecske. Ez egy verses mese, és nagyon rövid, és illusztrált, és az egyik szereplő, az Igazmondó Pimpi, az, aki a főszereplője, és erre utaltam többek között azzal, hogy lehet, hogy lesz olyan olvasmány, ami teljes mértékben nem fog megfelelni a pontoknak, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez biztos egy karácsonyi történet, mert hogy ez egy pont, hogy olvas egy karácsonyi történetet, de nem tudjuk, hogy tényleg karácsonykor játszódik-e. Viszont mivel a Glimpi, ő a karácsonyos történethez kapcsolódik, és egyébként a könyv is ugye ezt az ilyen cukorpálcika dizájnt követi, ezért úgy gondoljuk, hogy illik majd a ponthoz, de könnyen meg lehet, hogy nem. De mi lehet, hogy is úgy gondoljuk. Igen. Egyébként ugye majd több könyvre is lesz érvényes több pont, tehát lehet, hogy mondjuk ez nem karácsonykor játszódik, de télen, és akkor mondjuk arra megfelel. Meg nyilvánvalóan az Ont is télen játszódik, úgyhogy ez nem csak a fehér borítós pontnak felel meg. Nem biztos, hogy télen akkor játszódik. Frost Giants van benne. Ott, ahol Frost Giants van, ott biztos, hogy van hó. Ahol hó van, az tél. Ja, jó. Nem az a lényeg, hogy téli hónap legyen, aztán is megmondta a legyetetemben, mert mondta, hogy azt mondta, hogy ami karácsonyi könyv, az téli is, kivéve, ha mondjuk Ausztráliában játszódik. Igen, tehát azt számított neki, hogy az időjárás legyen téli, nem a hónap. No, és akkor a könyv, ami viszont egészen biztos a karácsonyi, az J.K. Rowlingtól a Karácsonyi malac. Én ezt elvileg nem terveztem most, én ezt egy kicsit később szeretnék majd olvasni, így közvetlenül karácsony előtt, de lehet, hogyha majd valamelyik pont nem fog sikerülni, akkor belekezdek, mert hát ugye nem kell teljesíteni, mert a teljesítéshez nem kell végig olvasni, és hát ez egyértelműen egy karácsonyi történet. Ebben is vannak egyébként illusztrációk, de itt csak a fejezeteknek az elején, úgyhogy ez alapvetően olyan értelemben nem illusztrált könyv, nem az a domináns benne, tehát itt azért hosszabb a szöveg, vagy egy nagyobb a szöveg tartalma, mint a többi könyvben, meg alapvetően 320 oldal körül van, de valószínűleg gyorsan lehet vele haladni, és mi ezt a Margó Fesztiválon beleolvastunk, amikor ott ki volt állítva, és meg hát így belenézegettünk így, és akkor megállapítottuk, hogy valószínűleg ezzel rengeteget fogunk sírni. Úgyhogy elsőre így ilyen nagyon fura volt ez a karácsonyi malac. Miért malac? Mert hogy így a borító, a malac az nem annyira bizalomgerjesztő rajta. Igen, de már így azóta jóra néztük. Igen, és hogy tényleg úgy voltunk vele, hogy hát biztos, hát karácsony, meg hogy Rowling írta és mese, de azért úgy annyira nem vonzott, és aztán akkor beleolvastunk, és láttuk így, hogy milyenek a fejezet címek, meg így milyen illusztrációk vannak. A pusztája. És az alapján úgy láttuk, hogy valószínűleg egy nagyon, nagyon megható és sírós történet lesz. És mert tehát arról szól, hogy van egy kisfiú, akinek van egy plüssmalaca. Püsmac. Aki elveszik, és kap helyette egy másikat. De hát ugye az nem ugyanolyan, és nem ugyanaz. És ők ketten, az új plüssmalac és a kisfiú elmennek, és
hogy bekeressék a régi, az igazi plüssmalacot. Úgyhogy ez már így önmagában elmondva is eléggé olyannak tűnik, ami valamilyen ponton nagyon fájó lesz, ez biztos, de bízunk benne, hogy majd kellemesen fogja megoldani ezt a helyzetet. Nekem a következő az William Joyce-tól a Jack Frost, amivel ugyanúgy vagyok, mint a Grimpivel, hogy amiatt, hogy Jack Frost egy karácsonyi jellegű figura, és bár ugye ő szereplője az Öt Legenda című filmnek, viszont az sem karácsonykor játszódik, de ennek ellenére nekünk nagyon karácsonyi az a film. Szóval ő a főszereplője, és azért olyan érzésem van tőle, hogy akkor ez egy biztos egy karácsonyi történet lesz. És lehet, hogy nem. Az biztos, hogy tél, vagy legalábbis plusz, az van benne. Ez ugyanaz, mint a borító. Szóval, nem tudom, nagy kockázatot nem vállalok vele. Egyrészt, mert már régóta szeretném elolvasni, másrészt pedig annyira rövid, illetve hát nagyon kevés szöveg van egy-egy oldalon, és leginkább az illusztrációk teszik ki. Úgyhogy szerintem ez hamar meg fog történni. Ez is a Glimpi. Ez nekem is jó tartaléknak, hogyha valamivel nem tudok teljesíteni, vagy túl hosszúak a többi könyv, és akkor valami rövidet kell. De van még egy tartalékkönyvöm, amit eredetileg is beterveztem már a TBR-re, csak aztán ugye, amikor kiderült, hogy megjelenik a Klaus, akkor kiugrasztotta onnan, mert az azért elég jól illik mindegyik pontra. Ja igen, és egyébként a negyedik pontot nem mondtuk el, az olvas valamit, ami felé húz a szíveled, így van. Tehát megint van ugye egy olyan pont, amire tulajdonképpen bármit lehet választani, amihez éppen kedvünk van. És nekem egy negyedik könyv, amit potenciálisan szeretnék elolvasni, az Dunajcsik Mátyástól a Szemüveges szirén, ami hát igazából valószínűleg tényleg csak erre a pontra illene, de lehet, hogyha nagyon akarok kanyarítani, akkor a télen játszódó pontra is illhet, mert hogy Izlandon, illetve a szerzőnek az Izlandon töltött évei inspirálták, de szerintem... Hát egy kis szigetán játszódik, amit Izland inspirált. Ez szerintem Izl akarhat lenni. Szóval el tudom képzelni, hogy tél lesz, vagy lesz benne tél. Nekem tervem ez a könyv, szintén az erre felé húz a szívem témában, mert hogy úgy most ugye izlandi hónapot tartunk Tamarával, az Északi Könyvklub izlandi hónapja van, és hát akkor végül is mehetem olvasni, mert Izland inspirálta. Itt az And. Igen. Izland inspirálta a könyvet. És elmondom, miről szól. Mit tudom én? Sose tudom, miről szólnak a tényleg. És egy cikk, hogy ilyen kis illusztrációk is vannak még közben. Szóval van a fűvös Atlanta, aki egy világító toronyban él. És... Kaland! Ennyi! Kalandba keveri Atlantát egy, jön egy különös vendég. Szóval a generic story, hős útja, story elindulás, leírás, úgyhogy nem árul el sokat, de nekem nagyon, nagyon bizalomgerjesztő az egész, úgyhogy... És annyira szép ez a kiadás, mert egyrészt nagyon szépek a színei, másrészt ugye kemény borítós, és még ehhez a kis rövidke könyvhöz is mellékeltek könyvjelzőt, ami ugye színben nagyon illik, mert hogy lila a könyv, és sárgák is vannak benne az illusztrációban, és sárga a könyv. Igen. Hát ez volt akkor a Mészes Karácsi Lidatonra a TBR-unk, illetve ez egy ilyen téli, karácsonyra hangolódós könyvajánlónak is tekinthető tulajdonképpen. A Lidaton keretében meg kell nézni egy karácsonyi filmet, és emiatt úgy döntöttünk, hogy készítünk egy karácsonyi film ajánlót is, ami
majd ez után, a videó után fog csak kimenni, de be fogunk majd linkelni. Miután kiment, illetve nagyon-nagyon szeretünk mindenféle karácsonyi zenéket hallgatni, úgyhogy majd egy ilyen videót is fogunk készíteni, és szintén be fogjuk linkelni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Találkozunk legközelebb! Sziasztok!